Megalakulásának 30. évfordulóját ünnepli a romániai magyarság első önálló akkreditált egyeteme, a Nagyváradi Párciumi Keresztény Egyetem. A koronavírus járvány miatt a jubileumi ünnepséget csak a virtuális térben, az egyetem közösségi oldalain ünnepelhették a felsőoktatási intézmény tanárai és hallgatói. A Párciumi Keresztény Egyetem minden év májusában ünnepli megalakulásának évfordulóját. A Királyhágó melléki református egyházkerület által alapított Súlyok István református főiskola jogutódjaként működő oktatási intézményben az elmúlt 30 évben közel 5000 hallgatónak sikerült oklevelet szereznie. 30 esztendő egy felsőoktatási intézmény életében, ugye nem nagy idő, különösen, hogyha az örökké valóság szemszögéből nézzük a dolgokat, de mégis azt kell mondanunk, hogy nekünk nagyon drága, nagyon kedves, és nagyon hálásak vagyunk mindenek előtt a Jóistennek, másfelől pedig azoknak az embereknek, akik a maguk idejében, a maguk helyén vállalták a kor feladatot, és bemerték vállalni ezt a nemes küldetést, ami akkor sem látszott egyszerűenek, könnyűnek, sétagalopnak. A 2020-21-es tanévre az egyetem intézményi akkreditációja mellett sikerült megszerezni az összes alap- és mesterképzés akkreditációját is. A beiratkozás július 13-án kezdődik, amelyet akár egyetlen kattintással az egyetem online felületén is megtehetnek a jelentkezők. A helyek száma az nem változik, amit a felvételi tájékoztatóban is lehoztunk, az ugyanúgy marad, tehát azokat a szakokat az idén indítjuk, amikről már az elmúlt években is mindig beszéltünk. Új szakként egy mesterképzésünk fog most indulni, a tolmács és fordító mesterképzés, amire már most nagyon nagy az érdeklődés és a kereslet, mert hogy teljesen új ebben a régióban ez a mesterképzés. A 30 éves évfordulót ez alkalommal nem sikerült közösen megünnepelni. Párciumi Egyetemi Napok rendezvénysorozat helyett az egyetem tanárai és diákjai a közösségi oldalra feltett régi fényképekkel emlékezett az elmúlt 3 évtizedre.